Sziasztok! Ebben a videóban az újévi célkitűzéssel kapcsolatban szeretnék nektek segíteni. Én Barát Tanás vagyok, a Guerilla Nerdhouse műhely alapítója, vezető, karrier tanácsadója, és konkrétan arról szeretnénk beszélni, hogy miért kell leírni a célokat, ráadásul kézzel, miért kell kézzel leírni a célokat. Egyből egy könyvet szeretnék nektek ajánlani, ez egy angol kiadás, de magyarul is megjelent, ez az Influence The Psychology of Persuasion, Robert Cialdini, vagy Cialdininek ejtik, a befolyásolás pszichológiájának legelismertebb amerikai szakértője. Magyarul hatás a befolyásolás pszichológiája néven jelent meg. És mi köze a befolyásolásnak a célkitűzéshez? Hát az, hogy hogyan befolyásoljuk saját magunkat, pszichológiailag bizonyított eszközök, hogy meg is valósítsuk azokat a célokat. Na és ebben a könyvben Cialdini a befolyásolás hat legfontosabb alapelvét mutatja be, ami közül az egyik az úgynevezett commitment és konzisztenci szabály, amit magyarra úgy lehetne lefordítani, az elköteleződés és konzisztencia szabálya. Arról szól röviden, hogyha cselekszünk valahogy, akkor utána az elménk igyekszik azzal a cselekedettel összhangban lévő módon viselkedni a jövőben is. Na és egy nagyon érdekes kísérletről számolt be a könyvben, hadd foglaljam nektek nagyon-nagyon röviden össze. Ugyanis 1966-ban két pszichológus kutató, egy bizonyos Jonathan Friedman és Scott Fraser a következő kutatást csinálta. Kaliforniában elmentek háztulajdonosokhoz, és azt szerették volna elérni náluk, hogy egy ilyen nagy billboardot, tudjátok, ilyen óriás plakátot helyezzenek ki, vagy engedjék meg, hogy itt a kertjükben, tudjátok, a ház előtti kertben, Amerikában a ház előtt nincs kerítés, meg gyakran kerítés sincs, tehát hogy a ház előtti zöld felületen megengedjenek, hogy egy klasszikus nagy óriás plakátot kitegyenek, ugye a képviselői annak a szervezetnek, akinek a nevében ugye mentek, és az lett volna erre, vagy az volt erre a nagy plakátra ráírva, hogy drive carefully, azaz vezess óvatosan. Nem tudom, mit gondoltok, hogy a megkeresett emberek hány százaléka járult hozzá ahhoz, hogy ezt a nagy óriás plakátot kitegyék a kertjükben. Mindössze 17% hagyta jóvá. Azonban volt egy másik forgatókönyv, amiben a háztulajdonosoknak viszont a 76%-a, tehát 17%-kal szemben, 76%-a megengedte, hogy kitegyék ezt a nagy óriás plakátot, amire ugye az volt ráírva, hogy vezess óvatosan. De a körükben a kutatók valami mást is csináltak. Ugyanis, akik ilyen nagy arányban, háromnegyed arányban járultak hozzá, ott két héttel korábban elmentek hozzájuk egy látszólag teljesen más önkéntes szervezetet képviselő önkéntesként, hogy megengedjék, hogy egy kis, kb. Egy ilyen posztit méretű valami kis matricát kitegyenek valahova a házra, vagy a postaládára, amire az volt írva, hogy be a safe driver, azaz megint ugye legyél egy óvatos sofőr, gyakorlatilag erre is az volt írva, csak másképp, hogy vezess óvatosan. És ugye ezt az emberek, ezt a kis cetlit szinte mindenki megengedte, hogy kitegyék a postaládára, vagy ide-oda. És ugye mi történt, ha két héttel később egy másik szervezet képviseletében mentek hozzájuk, és mondták, hogy akkor ezt az óriás plakáthoz járuljon hozzá, és aki megengedte, ugye, hogy kitegyék a kis cetlit, azoknak gyakorlatilag a 76%-a a nagy óriás plakátra is igent mondott. És ugye itt jött be, a pszichológusok azt a következtetést mondták le, hogy amint ugye megengedte, hogy kitegye azt, hogy ugye legyél egy óvatos sofőr, onnantól kezdve az az ember igyekezett úgy viselkedni a jövőben, hogy ezzel a korábbi cselekedettel önazonos módon viselkedjen, ezért a nagy óriás plakátra is igent mondott. De betettek egy csavart, volt egy C forgatókönyv is, ahol a két héttel korábban szintén felkeresték, szintén egy ugye más szervezet képviseletében a háztulajdonosok egy részét. Itt viszont egy petíciót írattak velük alá, tehát csak egy petíciót, amire az volt írva, hogy Keeping California Beautiful, azaz ugye tartsuk szépen Kaliforniát. Tehát egy teljesen más ügyel kapcsolatban is keresték meg, és ugye nem matricát kellett kitenni valahová, csak aláírni ezt a petíciót, hogy tartsuk szépen Kaliforniát.
Itt is szinte mindenki aláírta a petíciót, ugye aláírom, mi baj történhet, és utána közülük is 50% jóvá hagyta két héttel később a nagy, óriás plakát kihelyezését, hogy drive carefully, azaz vezess óvatosan. És ez volt az egyértelmű bizonyíték a kutatóknak, hogy amihez hozzájárunk, amit cselekszünk, amit leírunk, az mekkora hatással van a saját mentális viselkedésünkre, a saját céljainkra, énképünkre, világképünkre. És ezért Chiadini konkrétan le is írja, hogy ő semmilyen petíciót nem ír alá, tehát látva, pszichológusként látva ennek az erejét, ő semmit nem ír alá, mert fél attól, hogy valamilyen szinten akár az ő befolyásolására használják, de hogyha nem is ilyen szándékkal keresték meg, akkor is tudja, hogy ez az egyszerű aláírásnál sokkal mélyebb folyamatokat indít el. És hogy jön ez az egész a célok leírásához? Hogyha célokat írunk le, azt mondja Chiadini, akkor is ugyanilyen erejű változás indul el. Tehát szemben azzal, hogy kitűzöl egy célt, és azt mondod, hogy idén lefogyok 10 kilót, vagy mit a idén állást váltok, vagy mit a idén egészségesebben élek, ez egyrészt gyakran ugye nem biztos, hogy egy konkrét célkitűzés, nincs határidő, stb. De amíg ez a bőrkötésben van, meg a fejünkben, addig ez közel sem ér annyit, mint hogyha leírod. És ezért is számol be egy csomó esetről, nagyvállalatokról, akik a nagyvállalatok mit csinálnak, ugye az üzleti év elején leíratják a célokat az emberrel. Én is, amikor egy multicégnél dolgoztam, minden üzleti év elején a főnök megmutatta az ő 5 vagy 6 fontos célkitűzését, és azt alcélokra bontva, és nem ő mondta meg, hogy nekem mi a célom, hanem azt mondta, hogy András, meg minden alkalmazottnak, állítsátok össze ez alapján a ti egyéni céljaitokat, ő azt átnézte, megbeszéltük, stb. Jóvá hagyta, de nekem kellett leírni, nekem kellett aláírni. És azt mondja a Chiadini, hogy emiatt itt döltbetűvel szedi, azt mondja, mindenkinek egy tipp, írd le a céljaidat. Azt mondja, hogy tök mindegy, hogy mi a célod, az egyik legfontosabb, hogy írd le, ráadásul, ha lehet, ne csak számítógépbe, mert a kézzel leírt dolgoknak van egy sokkal mélyebb elköteleződése és pszichológiai hatása ránk nézve. Tehát az újévi célkitűzésekhez az egyik legfontosabb tippem, hogy írjátok le, egyrészt tűzzétek ki a céljaitokat, egy másik videóban majd mesélek, hogy én is a saját életemben milyen nagy hatását látom a célkitűzésre, minden évvel én csinálok ilyet a feleségemmel, de nagyon fontos, hogy le is írjuk egy kis füzetbe, aztán az nincs kitéve az íróasztalomra, nincs itt, nincs ott, de látom évvégén, mikor átnézem ezeket a célokat, hogy gyakorlatilag 98%-ban anélkül megvalósulnának, hogy egész évben nyomon követném őket, de le van írva. Szeretnék nektek egy picit részletesebben is segíteni a célok kitűzésében, egy csomó ember szkeptikusan áll, hogy András, adj már ezeket a baromságokat, más ember nyitottabb rá, akármi is a helyzet nálad, szeretném bemutatni azokat a tudományosan igazolt best practice-eket, legjobb technikákat, amiket a célkitűzés kapcsán követni célszerű, ezért szeretettel meghívlak téged a január 10-i webináriumomra, élő előadásomra, ahol a célkitűzéssel kapcsolatban szeretnélek végigvezetni azon a folyamaton, amit én is követek, és amit neked is jó szívvel javaslok. Ezt a webináriumot az interneten tartom nyilván, tehát nem kell sehova jönni, az előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Itt a videó alatti linken, gombon tudsz regisztrálni erre az előadáson. Nagyon hasznos lesz, tele élő példával, és szeretnélek abban segíteni, hogy 2022-ben te is vagy megvalósítsd az idénre kitűzött terveidet, vagy hogyha ilyen több éves, középtávú nagy célokra van szó, akkor egy nagy érezhető elmozdulást tegyél idén ebbe az irányba. Várlak tehát szeretettel január 10-én 17:30-kor a képernyő elé, ne felejts el regisztrálni, és ezzel kívánok neked, nektek nagyon boldog új évet, és nagyon sikeres új évet 2022-re. Ciao mindenkinek, sziasztok!